Nehezen viselik az ukrajnai inváziót ellenző orosz emberek a mozgósítás miatti stresszt és az elmúlt hónapok eseményeit. Van, aki elhagyja a hazáját, van, aki iszik, valamint egyre többen szednek antidepresszánsokat. Ezt igazolják a gyógyszertári eladások statisztikái, és megerősítik pszichológusok, közgazdászok, illetve maguk a depresszióval küzdő oroszok is. Ez a 22 éves egyetemi hallgató azt mondja, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette az ukrajnai offenzívát, két hónapig képtelen volt elmenni otthonról, nem volt kedve semmihez, nem látta értelmét semminek. A TASZ orosz állami hírügynökség szerint az idei első háromnegyed évben 70%-kal nőttek az emberek antidepresszánsokra fordított kiadásai a tavalyi adatokhoz képest. Oleg Levin pszichológus azt mondja, antidepresszáns csak receptre adnak ki, így ezeknek a gyógyszereknek a forgalom növekedése azt tükrözi, hogy valóban jelentősen nőtt az antidepresszánsokat szedő betegek száma. Úgy gondolja, ez jó részt a közelmúlt eseményeivel kapcsolatos szorongásnak tudható be. Az ukrajna elleni inváziót követően a közvéleménykutatások nem mutattak ki jelentős változást az oroszok hangulatában. A kormánytól független Levada Center szerint átmeneti ingerlékenység csak a részleges mozgósítás bejelentése után volt érzékelhető, de még októberben is a válaszadók közel kétharmada normálisnak vagy kiválónak ítélte a hangulatát.